Az alkotás nem más, mint lehozatal. Amikor magasabb szintekről, dimenziókból, a szellemi szférából közvetítünk, és ezeket az érzéseket, gondolatiságokat, vágyakat jelenítjük meg a földön fizikális viszonylatban. Tehát mondhatom azt, hogy ez egy fentről lefelé ívelő állapot, de én azt gondolom, hogy az emberek többsége pontosan ebbe a fenti állapotba szeretne eljutni, és azt is tudjuk, hogy ezekben a berkekben, szellemi szinteken sokkal könnyedebb létezni, mint itt a Földön, az anyagi valóságban. Szerintem ezt a fajta érzést nagyon jól ismerhetik a művészek, akik ugyanígy alkotnak, és alkotás során hozzá kapcsolódnak, hozzá csatlakoznak valamihez, ami légies, és talán olyan megfoghatatlan. Én is valamilyen szempontból így dolgozom, és akármikor beszélek, feljebb csatlakozom egy magasabb minőségbe, és onnan közvetítek, onnan hozom el a földre, fizikális viszonylatokba ezeket a gondolatokat, érzéseket. Szerintem nagyon fontos az, hogy az ember közvetítő legyen, és mindig egy magasabb minőségbe csatlakozzunk, és innen merítsünk. Hiszen ez a fajta közeg akadálymentesítve van, és én azt is gondolom, hogy ez egy nagyon makulátlan állapot, ahol szeretet van, szeretet energia, pozitív erő, és nagyon sok jóság, és igazság. Tudjuk azt, hogy a Földön nem igazán találunk igazságot, és azt is tudom, hogy nagyon sokan elvágyodnak egy ilyen fentibb állapotba, mert érezzük azt, Érzik azt, hogy itt ez a halmaz még tiszta, tökéletes. A Földön szerintem nem igazán találunk tökéletes megoldásokat és tökéletes állapotokat, lehet, hogy csak olyanokat, amelyek ideig óráig jók, és nem ténylegesen, és nem hosszú távon, és amelyekre Rámondjuk, hogy valamilyen szempontból elfogadhatók, de a százszázalékos tökéletességet, és azt is mondhatnám, hogy a szabadságot nem tudjuk elérni fizikális viszonyokba. Tehát azt gondolom, hogy az ember éppen ezért mindig is vágyódott egy fentibb minőségbe, és lehet, hogy ez minden korszakban így volt. Hiszen minden korszakban éltek alkotók, művészek, akik elvágyottak, és akik megpróbálták ezeket a gondolatokat átültetni valamilyen alkotásokba. Hát tudjuk nagyon jól, hogy milyen sokféle művészeti ág van, és szerintem ez csodálatos, és azt is gondolom, hogy ezek valamilyen szempontból segítik az itteni létezést, igen. Azt is gondolom, hogy az ember azért alkot, hogy valamilyen szempontból könnyebben elviselhető legyen a földi fizikális mi volt, hiszen tudjuk, hogy nagyon erős, és rengeteg viszontagság van jelen. Azt is tudom, hogy vannak olyan emberek, akik csak úgy tudják elképzelni ezt a létezést, és úgy is vannak jelen, hogy állandóan alkotnak. Hát én is egy ilyen emberke vagyok, hiszen gyerekkorom óta folyamatosan alkotok, és próbálok megmutatni itt valamit, rengeteg mindent. Nagyon-nagyon sokféle szín van, rengetegféle viszony, nagyon sokféle szituáció, tétel, amelyekkel szerintem nekünk érdemes megismerkedni, és valahogyan ezt átadni, megmutatni. Tehát a mi dolgunk mindenképpen a bemutatás, bár én azt gondolom, hogy minden ember valamilyen szempontból bemutatással van jelen a Földön. De az biztos, hogy nagyon sokan egy ilyen felsőbb kategóriából merítenek, és hát azt is gondolom, hogy belőlük válnak elismert művészek, tehát ők lesznek azok, akik egy magasabb szinten alkotó személyekké válnak. Olyanokká, akik azt gondolom, hogy nagyon érzékenyek, ugyanakkor nagyon mélyek, és próbálnak mindig ebből a fajta közegből, magyarán a rendből meríteni. Szerintem nagyon fontos, hogy mindig a rendből merítsünk, és hogy ebből a közegből adjuk át a már kipróbált tételeket, és lehet, hogy az teljesen mindegy, hogy milyen művészeti ágba csomagoljuk ezeket a gondolatokat, az a lényeg, hogy adjunk. Ezt a gondolatot szerintem tíz évvel ezelőtt írtam le először, hogy mindegy, hogy milyen eszközzel jelenítjük meg a gondolatainkat, vagy milyen művészeti ágat használunk erre. Csak az a lényeg, hogy adjuk át ezeket az energiákat, és hát lehetőség szerint mindig a pozitív erőkkel dolgozzunk. És valamiféle szépséget, jóságot, és azt is mondhatnám, hogy magasztosságot közöljünk itt. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan pontosan egy ilyen magasztosabb állapotba próbálnak kerülni, és igen, amikor alkotunk, akkor valószínű, hogy sokkal feljebb emelkedünk, de tulajdonképpen nem fizikálisan, nyilván, hanem érzésben, és tudatszintekben, vagy azt is mondhatnám, hogy rezgés szintben. Tehát ilyenkor valószínű, hogy megemelkedik a rezgés szintünk, sőt, biztos, és egyébként érdemes lenne azt megmérni hogy amikor alkotunk, és a felsőbb szintekről próbáljuk lehúzni ezeket a gondolatokat, akkor hány hertzen rezgünk? Hát igazából szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, és én már azon is gondolkodtam, hogy az alkotásaimat majd meg fogom vizsgáltatni, és valahogyan bemérjük azt, hogy milyen rezgés szinten, frekvencián rezegnek az én gondolataim, az alkotásaim, az előadásaim és az írásaim, mert van egy olyan gyanúm, hogy lehet, hogy néha kilengne a mutató, de tulajdonképpen én igazából folyamatosan így élek, és folyamatosan egy ilyen fentibb állapotba próbálom magam belehelyezni, lehet, hogy pontosan azért, hogy elviselhetőbb legyen az itteni fizikális létezés, de igazából azért, mert én ott sokkal szebb tételeket és szellemi kincseket találok, mint mondjuk a Földön. Tehát számomra mindenképpen ezek azok, amelyek kincsként szolgálnak, és fantasztikus, csodálatos egy ilyen mámoros állapotban benne lenni. Igen, én azt gondolom, hogy nagyon sok ember, pontosan egy ilyen mámoros állapotba és közegbe vágyik, és tudom azt, hogy nagyon sokféle olyan eszköz van, és olyan behatás, vagy azt is mondhatnám, hogy szer, ami tulajdonképpen ezt a fajta euforikus állapotot idézi elő. De szerintem nagyon fontos, hogy mindig az isteni mintából merítsünk, és ne használjunk olyan anyagokat, mondjuk így, vagy anyagi szereket, amelyek például tudatmódosítók, én soha nem használtam ilyet, én mindig az isteni rendbe és mintába helyeztem bele magam, rezgés szintben. Tehát én ezt a fajta, nem azt mondom, hogy módszert használom, mert szerintem vannak olyan emberek, akik folyamatosan egy ilyen állapotban tudnak benne lenni, és hogyha megpróbálnak kizökkenteni, mert sokszor kizökkentettek már, akkor nagyon gyorsan, vissza tudok csatlakozni ebbe az állapotba. És azt is gondolom, hogy én folyamatosan innen merítek, és az összes előadás tulajdonképpen ebből a nagyon fontos állapotból született, és ebben a közegben jönnek létre, és lehet, hogy lehet hallani, lehet, hogy lehet érezni, hogy ezek az adások picit olyan földön túliak. Lehet, hogy nagyon sokan tényleg egy ilyen földön túli állapotba vágynak, mert nagyon erős, szembesítő elemek vannak a Földön, és ezzel állandóan, folyamatosan szembesülni, és ezeket valahogyan használni, szerintem nagyon nehéz. Én azt is tudom, hogy a mai ember nagyon elfáradt és nagyon csüggett, és szerintem pontosan ezért van szükség ezekre a gondolatokra, energiákra. Nagyon fontos, hogy mi mindig energiákat adunk át. És hát az is nagyon fontos, hogy mindig ezekből a felsőbb körökből merítsünk, mert itt tiszta energiák vannak. Igen, az a nagyon fontos, hogy mindig ilyen tiszta energiákkal éljünk. Én nagyon tiszta életet élek, semmilyen káros szenvedélyem nincs, nem használok, és nem is fogyasztok ilyen szereket. Számomra a szer Istent jelöli. Ugye a szer azt jelenti, hogy Isten mindenben a törvény. És nagyon érzem ennek a közegnek, ennek az aurának az összetettségét, a minőségét, a jóságát, a szeretetét. Nagyon fontos, hogy mindig ebbe a magas szintű szeretet állapotba helyezzük magunkat, és tulajdonképpen ezekkel az energiákkal hozzuk létre az alkotásokat. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy minden alkotás szeretettel készüljön, szó szerint, hogy ezeket az erőket bújtassuk bele, ezekbe a viszonyokba, és így adjuk át az embereknek, hiszen rengeteg negatív erő van, rengeteg negatív hatás, és tudom, hogy vannak olyanok, akik pontosan így dolgoznak, hogy ezeket a negatív erőket próbálják belecsempészni az alkotásokba és a különféle megnyilvánulásokba. Szerintem nagyon lehet érezni azt, hogy ki hogyan van jelen a Földön, ki hogyan alkot. Tudom azt, hogy vannak ilyen álruhás emberkék, akik azt mutatják, hogy ők szeretettel alkotnak, dolgoznak, és valamiféle szentséget próbálnak közvetíteni, de én nagyon erősen átlátok ezen a szitán, és érzem azt, hogy ki az, aki valóban így dolgozik, és ki az, aki nem, vagy pont ellentétesen. Azt is tudjuk, hogy nagyon sokféle megvezetés és manipuláció van jelen ma a Földön, tehát én azt gondolom, hogy ezeken túl kell látni és a, megfelelő oldalra kell állni. Nekem erről az állapotról, amiről ugye ma beszélek, az jut eszembe, hogy amikor először ültem a repülőgépen, akkor valamilyen formában ezt az érzést éltem át. Amikor a repülőgép, ami ugye egy utas szállító gép volt, a felhők fölé emelkedett, és csak a tiszta kékeget lehetett látni, és ez olyan végtelen volt, akkor én nagyon-nagyon megnyugodtam, és úgy éreztem, hogy én itt akarok maradni, és nem akarok leereszkedni, nem akarok ezekbe a lenti állapotokba kerülni magyarán. Jó nekem ott, ahol éppen vagyunk, és olyan csendet és olyan nyugalmat éreztem, amit szerintem a Földön nem lehet érezni. Fantasztikus volt, gyönyörű idő volt, sütött a nap, tiszta, kék volt az ég. És az a makulátlanság, az a csend, és az a tisztaság, amit én ott átéltem, az a nyugalom, az az ős nyugalom, hát az mindenek feletti volt, és ahogy így, mondjuk úgy, hogy így siklott a, a gépünk, nem is nagyon lehetett hallani tényleg szinte semmit, és olyan fantasztikus közelségbe kerültem valamihez, vagy valakihez, amit itt a Földön szerintem nagyon nehéz elérni, és megfogalmazódott bennem egy pontban, egy pillanatban, hogy hogy nekem nagyon jó itt, és hogy én, én itt akarok maradni. Persze aztán természetesen lereszkedett a, a gépünk, és élni kellett tovább a mindennapokat. Én nem mondom azt, hogy a Földön nincsenek csodálatos helyek, közegek és hogy ezt az érzést nem lehet átélni, de szerintem nem lehet igazán tartósát tenni, csak akkor, hogyha az ember állandóan abban a közegben van, abban a minőségben, vagy azt is mondhatom, hogy abban az aurában, amiről ugye beszélek. Azt is tudom, hogy nagyon sok ember keresi a katarzis élményt. Főleg a mai ember. Hiszen egy nagyon erős korszakban élünk, nagyon sok viszontagsággal, rengeteg negatív erő van, és ahogyan mondtam, szerintem az emberek többsége menekül. És ezekbe az érzésekbe menekülnek. És lehet, hogy nagyon nehezen találják sokan azokat a viszonylatokat, ahol valamiféle katarzis élményt lehet átélni. Ma nagyon erős a manipuláció, és ugyanakkor én azt is látom, hogy nagyon erősen hatnak az ösztönökre de szerintem soha nem ezekből a berkekből kell elindítani ezt a történetet, és nem az alsóbb szintekről, tehát nem a gyökér csakrából mondjuk így, mert akkor szerintem, hát azt is mondhatnám, hogy kielégíthetetlenek leszünk. Hú, de nehéz volt kimondani ezt a szót. Nagyon féltem tőle, hogy hogy fogom kimondani. És um, én azt gondolom, hogy tartós örömöt, boldogságot nem fogunk tudni átélni. Amiről én beszélek, az már egy sokkal magasabb szinten valósul meg, sokkal magasabb frekvencián, és azt gondolom, hogy ezeket az állapotokat tartósa lehet tenni. Én így alkotom, elég régóta, évek óta, és én azt is gondolom, hogy próbálom magam mindig ebben a közegben benne tartani, ami tényleg egy nagyon szeretetteljes közeg, nagyon önzetlen állapot, nagyon közeli. Szerintem sokan ezt a közelséget keresik. De lehet, hogy sokan nem tudják megmagyarázni azt, hogy kinek a közelségére vágynak. Hát a legtöbb ember ugye egy másik ember közelségére vágyik. De szerintem ezeket a szinteket meg lehet ugorni, és én azt is gondolom, hogy én eljutottam ebbe az állapotba. És ehhez a munkához nem kell semmi, csak az a közeg, az az energetikai tér, amiről ugye én beszélek. Szóval ez egy energetikai tér, egy energetikai halmaz, ami nagyon magas szinten rezeg, nagyon összetett és nagyon szilárd. Tehát mindenképpen nagyon fontos arról beszélni, hogy itt szilárd energiák vannak, és ö, tulajdonképpen olyanok, amelyek, ö, amelyekre fel lehet építkezni. Én folyamatosan ezekre az energiákra építem fel a saját programomat, de azt is mondhatnám, hogy a személyiségemet. De lehet, hogy egyébként ez a kettő összefügg, sőt, szerintem ez a kettő aspektus ugyanaz. És ö, amióta így dolgozom, így élek, így alkotok, Azóta sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok, és folyamatosan ebből a rendből és minőségből tudok meríteni, és ezeket a gondolatokat tudom tulajdonképpen átadni. És ezt szerintem lehet érezni. Hát nagyon sokan mondják azt, hogy feltöltődnek ezektől az adásoktól, hogy olyan, mint mintha ez egyfajta oázis lenne. Egyébként ez a cél. Igen, ez egy energetikai bázis, amit én felépítettem, egy energetikai oázis, és ebből folyamatosan lehet meríteni. És akkor merítesz belőle, és annyit, amennyit, és amikor szeretnél, tulajdonképpen. És ezeket a gondolatokat, hangokat és energiákat lehet vinni tovább, és akár szétszórni az egész Földön, hiszen ezeket az adásokat minden hónapban 40-50 országból követik. Tehát nagyon-nagyon távoli pontokra is eljutnak ezek a hangok és energiák, más kontinensekre is. <laughs> Nagyon érdekes az, hogy ilyen sok helyen lehet hallani ezeket az adásokat. Fantasztikus lehet, tehát csodálatos ez az érzés, és nagyon szívesen megnézném azt, hogy mondjuk, ha most például valaki egy másik kontinensen él, hogy mondjuk ő hogy hallgatja ezeket az előadásokat, vagy ott milyen viszonyok, közegek léteznek. Szerintem ezért is csodálatos az alkotói munka, mert nagyon sok embernek adhatunk jót, de főleg akkor, hogyha ebből a közegből merítünk. És ahogyan mondtam, szerintem ilyenkor az ember ilyen euforikus állapotban van, én is ezt érzem egyébként folyamatosan de én azt gondolom, hogy ez több, mint a földi szerelem. Tehát én tulajdonképpen egy olyan fajta közegbe tudtam belehelyezni saját magamba, vagy saját magam, hogy nincs szükségem egy másik emberre ahhoz, hogy tulajdonképpen ezt a fajta nirvánát át és megmondom őszintén, sokkal közelebb ez az állapot, sokkal nagyobb katarzisokat tudok átélni, mint úgy, mint hogyha egy másik emberrel egyesülnék, úgymond, mert természetesen elég sok ilyen tapasztalatom is van, tehát össze tudom hasonlítani a két állapotot, de én nagyon régóta élek úgy, hogy tulajdonképpen ebből a közegből merítek, és ahogyan mondtam, nincs szükségem alantasabb szintekre, mert az én rezgés szintem már olyan állapotban van, mondjuk így, ami, ami egy nagyon közeli állapot. Mondhatnám azt is, hogy én folyamatosan azt érzem, hogy megérkezem. Tehát sokan azt gondolják, hogy a megérkezés az egy pillanat, és azt csak úgy egyszer lehet átélni. Én ezt a megérkezés érzést folyamatosan érzem, és folyamatosan megérkezem. Ez nagyon érdekes. És tényleg ez egy ilyen nagyon mámoros állapot. De nagyon tiszta, és nagyon józan, és amióta így vagyok, nagyon jól látok, még jobban, mint eddig, nagyon tudatosan tudok élni és működni, és ezer millió oldalról meg tudok vizsgálni különféle helyzeteket, szituációkat, magyarán nem lehet becsapni, nem lehet átvágni, nagyon maga tesz ez a közeg, és rendíthetetlenné. Nagyon fontos ebben a történetben a rendíthetetlenség. Én azt gondolom, hogy én nagyon hűséges vagyok ehhez a rendhez, ehhez a mintához, és folyamatosan, ugye, Ebből meríttek, és folyamatosan ezeket a gondolatokat adom át, még akkor is hogy tudom jól, hogy ma ezek nem divatosak, úgymond, és nem kelendők, és ezért nem fogok nem tudom egy milliókat kapni, de ugye nem is ez a cél. Tehát ez a fajta közeg olyan energiákat ad, hogy tulajdonképpen ezekre a fizikai viszonylatokra nincs is szükséges, ahogyan mondtam, egy másik fizikális emberesen magyarán nincs szükség testekre ahhoz, hogy az ember elérje ezt az euforikus állapotot. Szerintem az a nagyon fontos, hogy ki kell lépni mindenből, ki kell lépni a fizikális síkból, és én valamilyen szinten egyébként ki is lépek. Tehát minden egyes adás úgy készül, minden gondolatiság, hogy feljebb lépek, magyarán kilépek ebből a nehéz állapotból, a fizikális rapságból mondjuk így, és szárnyalok egy magasabb szinten, és így beszélek. Tehát tulajdonképpen ilyenkor az ember mindig felcsatlakozik valahova. Ez nagyon érdekes, de szerintem ezt az állapotot tartó lehet tenni. Igazából én a napjaim, a napjaim 80%-et már így élem. Igen, a 80%-et biztos, hogy ebben a közegben élem, a maradék 20% pedig az, amikor általában kizökkentenek, de szerintem akik ilyenek, azoktól el kell válni. Én nagyon sok embertől váltam el, pontosan ezért, és én úgy tudok alkotni, ha egyedül vagyok, ha csend van körülöttem, mert tulajdonképpen ebből a közegből húzom elő a gondolatokat. Ilyenkor az ember felcsatlakozik az önvalójába, az isteni lényébe, és innen húzza ki a tételeket. Rengeteg tétel van az önvalónkban, rengeteg szellemi kincs, rengeteg élmény, információ, ismeret és emlék, és amikor az ember ezekkel találkozik, akkor katarzist él át. Na most az is eszembe jutott, hogy uh, amikor Isten teremtette a világot, vajon mit érezhetett? Hát szerintem ez egy csodálatos kérdés, hogy uh, milyen uh, katarzist élhetett át, vagy milyen euforikus állapotba került, hiszen az alkotás, az tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy mindig valamiféle gyönyörrel jár. Hát tudják ezt a művészek, és én azt is gondolom, hogy ez, ez egy olyan fajta állapot, vagy egy olyan szer, amit az ember nem tud letenni. De ezek pozitív cselekedetek, és ahogyan mondtam, ha mi szeretetet adunk, és a szeretet energiájából merítünk, és ezt áramoltatjuk, akkor mindenképpen válhatunk a világ javára és nagyon-nagyon sok embernek adhatunk jót. Tehát ezért mondtam azt, hogy nem mindegy, hogy az ember melyik forrásból merít, hiszen polaritás van a földön, ez azt jelenti, hogy megjelenik a pozitív oldal, és megjelenik a negatív. Nekünk mindig az a dolgunk, hogy a pozitív energetikából és a mintából merítsünk, azért, hogy másoknak is jó legyen tulajdonképpen. Tehát én azért dolgozom, hogy másoknak is jót adjak hogy nektek is jó legyen, hogy ti is átéljétek ezeket az érzéseket, és ti is csatlakozzatok a személyes önvalótokba, és találjátok meg azokat a tételeket, azokat a kincseket, amelyeket ti is elrejtettetek, de lehet, hogy még nem tártátok fel őket, nem húztátok le. Én azt gondolom, hogy ezek az adások valamilyen szempontból ezt a fajta folyamatot segítik elő, de ugyanakkor én is egyre közelebb kerülök ehhez a mintához, és azt is mondhatnám, hogy a személyes kincses ládámhoz. Igen, nekem van egy hatalmas szellemi kincses ládám, amiben rettenetesen sok ismeret és tudás, információ él, és ezekkel találkozni fantasztikus. Tehát ez tényleg olyan, mint egy hatalmas nagy szerelem, de szerintem ezt meg kell szorozni még legalább ötvenszer, és körülbelül ez egy olyan fajta érzés. Csodálatos az, amikor sokan így ráéreznek erre, és nyilván nagyon sokan megkeresnek, és levelet írnak, és szeretnének beszélni, konzultálni. És vannak, akikkel konzultálok is, és kapcsolatot tartok, és ők is beszámolnak arról, hogy átélik ezeket a katarzis élményeket, és akkor ilyen mosolygós jeleket küldenek nekem, meg szívecskéket, meg megköszönik azt, hogy tulajdonképpen ebben a közegben lehetnek, ebben az aurában. Nagyon hálások, ezt nagyon sokszor le is írják, és szerintem nagyon fontos ez a történetünkben, a hála adás és a hála érzése. Egyébként én is mindig ilyen hála érzést élek meg, és nagyon hálás is vagyok azért tulajdonképpen, hogy ezeket az adásokat elkészíthetem. Ez az 505. adás, négy év alatt, és még rengeteg-rengeteg mondanivalom van, tehát nem tudom, hogy igazából mennyi előadás fog születni, de én úgy látom, hogy ez a munka most már elég régóta folyamatos, hát körülbelül olyan 12. esztendeje, Megállás nélkül, szinte megállás nélkül írom a gondolataimat, a cikkeket, az interjúkat, az előadásokat készítem, az idézeteket, a bölcsességeket, az elemzéseket, elkönyvet is írtam már, tehát folyamatosan dőlnek ki belőlem ezek a gondolatiságok. És hát igen, nagyon fontos arról is beszélni, hogy azért én közvetítek és próbálom az egyetemes rend minta tételeit átadni. Szóval nagyon jó kérdés az, hogy amikor Isten teremtette a világot, bár én azt gondolom, hogy a teremtés folyamatos, és a mai napig is tart, hogy akkor mit érezhetett közben. Persze beszélhetünk erről a kérdésről úgy is, hogy, hogy átvitt értelemben értjük ezt, és beszélhetünk különféle szimbólumokról is, de miért ne lehetne ezt megkérdezni, hogy vajon ő Mit érezhet alkotás vagy teremtés közben? Fú, hát szerintem egy olyan ö, hatalmas, nagy katarzis élményt, amit lehet, hogy mi el sem bírnánk. Mert azt gondolom, hogy az ilyen magas szintű érzések feldolgozásához is nagyon ö, nagy felkészültségre van szükség. Nem mindenki bírja el egyébként ezeket az energiákat. És tudom azt, hogy vannak olyanok, akik nem is tudják végig hallgatni ezeket az adásokat, mert annyira erősek. És olyan erős energiákat közvetítek, amit nem mindenki bír el, nem mindenki tud feldolgozni, mert ha még nincsenek olyan szinten, akkor nyilván nem tudják ezeket befogadni. Hát igen. A befogadás tulajdonképpen ebben a történetben nagyon fontos szerepet játszik, hogy ki az, aki ezeket az energiákat be tudja fogadni, hogy egyáltalán elbírjuk-e őket, és hogy mit fogadunk be, ugye? Én igazából most már csak ezeket az energiákat fogadom be, és minden mást kizárok. Nagyon ügyelek arra, hogy egyrészt, hogy kikkel kommunikálok, nem mindenkivel, sőt, tehát nagyon-nagyon megválogatom azt, hogy kit engedek be ebbe a térbe, mert nem mindenki jöhet mert egyrészt nem mindenki bírja el, másrészt nagyon sokan vannak, akik ugye manipulálni akarnak, és negatív hatásokkal vannak jelen, tehát ők nem jöhetnek. Nincs megengedve számukra, tehát nagyon ügyelek arra, hogy ki az, aki ebbe az energetikai térben helyet foglalhat, és hogy tulajdonképpen én kivel ápolok kapcsolatot. Szerintem, amikor az ember elér már egy ilyen állapotot, akkor, hát ahogyan mondtam, nagyon tisztán lát. Én eléggé tisztán látok már, mondjuk így. Lehet, hogy tisztán látóvá váltam, sőt, én azt gondolom, hogy igen, és nagyon-nagyon mély bugyrokba is bele tudok látni, de ugyanakkor hatalmasan nagy és széles és magas szintekbe is bele tudok tekinteni bár lehet, hogy ez a kétfajta sík és irány ugyanaz, és nagyon részletesen látok, és nagyon előre, tehát azt is mondhatnám, hogy nagyon összetetten, és amikor az ember ilyen, akkor, akkor szerintem az egész kör lecserélődik, körülötte szó szerint, mert le is kell, hogy cserélődjenek azok, akik eddig helyet foglaltak ebben a történetben, mert, mert nagyon sokan ugye nem fejlődnek. Szerintem nagyon fontos, hogy az ember mindig olyanokkal vegye magát körül, de szerintem ez csak néhány ember egyébként, akik ugyanilyen szinten tartanak. Mert, mert ha nem, akkor visszahúznak, és beledöngölnek abba az állapotba, amiből tulajdonképpen mi már kimásztunk. Tehát, ahogy mondtam, valamilyen szempontból szerintem mindennek és mindenkinek van egy ilyen felfelé törekvő vágya, és nagyon sokan elindulnak az úton, de nem mindenki. Aki nem indul el az úton, szerintem azzal nem lehet mit kezdeni. Azokkal érdemes foglalkozni, akik nagyon erős misszióval vannak jelen, és akik nagyon sokat tesznek azért, hogy ebbe a mintába kerüljenek, és hogy ezt a mintát adják át a Földön. Vannak ilyenek, én nem mondom, hogy nincsenek, de. De szerintem, vagy hát az én tapasztalatom az, hogy hogy azért ilyen kategóriákat és ilyen szinteket, hát egyrészt nem mindenki jut meg, másrészt hát azért a többség nem itt tart, ez biztos. Tehát én is nagyon nehezen találok olyat, akire azt tudnám mondani, hogy, hogy mesteri szinten van. Van egy-kettő, igen, akiről érzem, de. De hát a többség nem ilyen. Mert egyrészt nem tesznek ezért ennyit, másrészt meg szerintem nem is kaptak olyan energiát, mondjuk így, hogy ideig eljussanak. De mégis nagyon fontos azokat kutatni. Azt hiszem, talán, bár én annyira már nem kutatok, <laughs> mert, ahogy mondtam, pontosan meg tudom mondani, hogy ki az a néhány ember, aki szerintem ilyen magasabb minőségben van. Tehát én nem kutatok már, tehát nem vagyok már egy ilyen kereső fázisban, mert én már tudom pontosan, hogy miről beszélek. De én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ebben az állapotban legyünk, és szerintem ezt lehet fokozni. Folyamatosan. Tehát. Én úgy vagyok vele, hogy egyre magasabb szintekre szeretnék érni, mindenféle szempontból, mert én azt gondolom, hogy az ember ott talál megigazulásra, és szerintem nagyon sokan a megigazulást keresik, vagy ezt szeretnék elérni. Mert, mert szerintem ez a dolgunk. Tehát ez egy fenti állapot nyilván. De itt a föld, itt a fizikális viszony, itt vannak a testek, ugye testekben élünk, ami nagyon sok energiát emészt fel, már mint a testeknek a működtetése, hát ezt én is tudom, bár én egyre kevesebbet foglalkozok vele. Én már nagyon kiléptem ebből az állapotból, és ahogy mondtam, a napjaim 80%-át azzal töltöm, hogy a magasabb szellemi tanokkal foglalkozom, meg már így is működöm, és a gondolatiságom is ilyen, tehát ö, én a fizikális dolgokra tényleg nagyon minimális időt, energiát fordítok annyit, amennyit ahhoz kell tulajdonképpen, hogy az ember hát működni tudjon testekben nyilván. De egyébként én azt gondolom, hogy azért valamilyen szempontból testekben is el lehet érni ezt az állapotot, és ahogyan mondtam, ez egy állandó nirvána. Tehát nem arról van szó, hogy csak pillanatnyilag éljük meg a katarzist, mondjuk pff, nem tudom én, egy-két órán keresztül, és most nem akarom összehasonlítani sem tulajdonképpen ezt a folyamatot egy másik fajta folyamathoz, de lehet, hogy sokan értik, hogy miről beszélek. Én azt gondolom, hogy, hogy amikor az ember már elér egy nagyon magas tudatszintet, vagy egy afeleti állapotot és a rezgését, a frekvenciáját folyamatosan egy ilyen közegben tartja, állandóan érezheti a megigazulást, és a hazaérkezés. Tehát mondhatom azt, hogy valamilyen szempontból belül megérkezhetünk, és lehet, hogy én már meg is érkeztem, de ahogyan mondtam, szerintem a megérkezés folyamatos. És lehet, hogy ez az, ami állandó katarzis élményt okoz. <laughs> ez nagyon érdekes egyébként szerintem. Na most jó kérdés az, hogy teremtéskor tulajdonképpen milyen energiák szabadultak fel. Erről már elég sokat beszéltem és hogy ez a közeg, ez a minta, vagy Isten, vagy az ő aurája tulajdonképpen mit élhetett át, amikor ezt a nagy világ mindenséget megalkotta. De ahogy mondtam, szerintem a teremtés folyamatos, és a mai napig is tart. Tehát ez egy ilyen állandó folyamat. Szerintem a teremtésnek nincs vége. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy egy bizonyos napon ez az, ez, ez az egész lezárult, én ebben nem hiszek. És ez szerintem pontosan azért, mert itt olyan energiákról beszélünk, és olyan sok energiáról, hogy ennek nincs vége. Tehát tulajdonképpen ennek a végét, ennek a minőségnek nem lehet meghatározni, mert nincs. És ezeknek az, a teremtői energiáknak sincs vége, tehát a teremtői energiák azok folyamatosan hatnak, ergo most is folyik még a teremtés. Tehát ez egy állandó feladat és egy állandó folyamat. Szerintem ez nagyon érdekes, nagyon fontos lenne erről beszélni. Én nagyon sok olyan dolgot próbálok megcáfolni, vagy nagyon sok olyan dologról beszéltem már, amivel én nem értek egyet. És hát én ugye folyamatosan vizsgálom azt, hogy, hogy milyen elemek, mondatok jelennek meg a Bibliában. Én nagyon sok olyan mondatot találtam, amivel én nem értek egyet, és elmondtam azt, hogy szerintem ezek igazából hogyan vannak. De én azt gondolom, hogy az én egyik legfontosabb feladatom az pontosan, hogy ez. Vagy ez lesz. És én sokszor elmondtam már, hogy szerintem kell új könyveket írni, akár új Bibliát, fel kell építeni egy másik változatot, mondjuk így, mert nagyon sok olyan elem van benne szerintem, amelyek nem a tényleges valóságot adják és mutatják. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a fajta érzés, ez folyamatos, és szerintem az Isten is folyamatosan érzi ezt, mondjuk így. Tehát folyamatosan áramolnak belőle ezek az energiák, ergo folyamatosan. Teremt, vagy folyamatosan hoz létre valamit. Ugyanúgy, ahogyan a mi születésünk is folyamatos. Mert mi tulajdonképpen folyamatosan születünk most is. Mi még nem születtünk meg. Igazán, teljesen. Lehet, hogy ezek olyan állapotok, amelyek mindig vannak. És lehet, hogy mondhatjuk azt, hogy az egész létforgatag születés. Hiszen rengeteg új testetöltés van, rengeteg más állapot. Tehát mi folyamatosan születünk, és lehet, hogy az egész világ, az egész világ mindenség is ugyanezt teszi. Igen, én ezt érzem, hogy ez nem egy ilyen befejezett ügy, nem egy ilyen befejezett cselekedet, hanem állandó. És lehet, hogy ezért van az, hogy ezeket az energiákat állandóan lehet érezni, én állandóan érzem. Mert ha befejezett lenne, akkor valószínű, hogy nem éreznénk ezeket az energiákat, és sokan nem is tudnának ebbe belecsatlakozni. Nagyon sok rendet hoztak létre ezekre az energiákra, vagy ezen energiák által. És tudom azt, hogy a különféle szerzetes rendek, és azok is, akik most élnek, és azok is, akik Isten mellett tették le, a voksukat mondjuk így, és neki szentelik az életüket, ők is folyamatosan ebből az energiából merítenek. Különben lehet, hogy ezeket a rendeket nem is lehetne fenntartani. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket a minőségeket, ezek az energiák éltetik, működtetik, és nagyon sok olyan embert, vállalást, nagyon sok olyan helyzetet, szituációt, amelyek és akik a szeretetet hirdetik és képviselik. És persze tudom, hogy ott a másik oldal, de most beszéljünk a pozitív oldalról, hogy nagyon-nagyon sok minden jött létre ezen energiák által, hogy ez milyen érdekes, ugye? És tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy ezek fizikálisan ugye megvalósultak. Tehát hatnak ezek az energiák, tehát a teremtés folyamatos. És folyamatosan jönnek létre azok a közegek, azok a helyek, azok a minőségek, vagy akár csoportok, társulások, rendek, amelyek ezekből az erőkből váltak valóra, és mondhatnám azt is, hogy sűrűsödtek be. Hát nagyon nem mindegy, hogy az ember hova csatlakozik, melyik energiából merít, és tudom azt is, hogy a negatív energiából is és nagyon sokat merítenek, és ebből a mintázatból is nagyon sok mindent felépítettek már. De én azt gondolom, hogy ezek sorba be fognak dőlni, és be is dőltek már sokan. A, tulajdonképpen azok, akik a szeretet energiájából merítenek, és ilyen rendeket hoznak létre, szerintem ezek igazából nem tudnak bedőlni soha, mert itt szellemi kincsekről beszélünk, szellemi viszonylatokról, és a szellemi szférát nem lehet bedönteni, mivel ott nem fogalmazódik meg anyag, ott nincs mulandóság. Csak azokat a viszonyokat lehet bedönteni amelyek fizikumra épülnek, és anyagi szerkezetük van. Tehát itt nem beszélhetünk anyagi szerkezetről, és pontosan ezért kell kivonni az anyagot, a fizikális mi volt ott ebből a történetből, ergo nagyon erős anyagi viszonylatok között nem lehet megvilágosodni, mert, mert ez a közeg, ez a nagyon erős és sűrű közeg elnyeli ezeket az energiákat. Tehát nekünk ebből ki kell lépni. És azt gondolom, hogy a valamilyen szempontból a testi viszonyokból is ki kell lépni, hátra kell hagyni. Egyébként szerintem lehet, hogy ezért van az, hogy például ugye, akik rendben élnek, vagy szerzetesi életet választanak, ők nem élnek például ugye nemi életet. Tehát nem bonyolódnak bele olyan történetekbe, amelyek ugye arról szólnak, hogy egy másik emberrel próbálod elérni ezt a szintet. Ahogy mondtam, én azt gondolom, hogy, hogy az, amiről én beszélek, egy sokkal kiegyensúlyozottabb aura. És túl mutat mindenféle emberi beavatkozáson. Nekem ez a tapasztalatom, hogy ez egy olyan tiszta közeg, egy olyan állandó és olyan szilárd közeg, amiben ezt az érzést folyamatosan lehet érezni. És ennek nincs mulandósága, nagyon fontos. Az emberek közti úgymond szerelem, szerelem, az általában elmúlik, ugye? Nem tart sokáig, és azt gondolom, hogy nagyon hamis is. Viszont amiről én beszélek, az egy nagyon őszinte közeg, és benne csak örökség van. Hát ez a legfontosabb különbsége meg két állapot között, és szerintem az is nagyon csodálatos, hogy ilyenkor az ember nem egy másik emberrel ápol ilyen viszonyt, hanem az Istennel. És ha te az Istennel költ házasságot, és az Istennel vagy egyben, vele egyesülsz tulajdonképpen, na no hát az az igazi. <laughs> Tehát azért az, igen. Szóval az annyira fantasztikus élmény, amikor az ember már egy ilyen rezgés szinten tart, hogy Hát én azt gondolom, hogy ezt a fajta érzést keresik nagyon sokan, ezt az állapotot, de ahogyan mondtam, nem mindenki indul el az úton, hiszen ahhoz, hogy ezt elérjük, és Istenben világosodjunk meg, és vele egyesüljünk, ezzel a közeggel, és vele éljünk szerelmi állapotot, vagy életet, mondjuk így, majd mindjárt lefordítom a szerelem szó fogalmát, hogy ez mit jelent. Tehát ez egy olyan megigazulás, egy olyan íz, ami, amit igen, nagyon sokan keresnek, nagyon sokan szeretnének ide jutni, de ehhez egy nagyon-nagyon hosszú kaminon kell végigmenni. Nagyon sokat kell érte tenni. Nem mindenki szeret ezért ennyit tenni. A szerelem, mint szó, az ugye azt jelöli, hogy ahogyan mondtam, hogy Isten mindenben a törvény, tehát a szerelem az tulajdonképpen az isteni törvények, vagy a törvényszerűségeknek az átfogó rendszere. Magyarán az ő energiája, az ő aurája, na most ebben benne lenni, hát az a legfantasztikusabb, és ugye hát ez a legmagasabb minőség. Tehát azért, amikor emberi szerelmekről, meg behatásokról, meg viszonyokról beszélünk, az nem is tud olyanná válni, mert, mert képtelenség két fizikális testtel tulajdonképpen megjeleníteni ezeket az állapotokat. És, és, szerintem, ha arról beszélünk, hogy kinek milyen energiája van, még akkor is nagyon nehéz, Maximum úgy lehet, hogyha mindkét ember olyan magas szinten van, hogy mindketten már az isteni mintában foglalnak helyet, de ez nagyon-nagyon ritka. Tehát én azt mondom, hogy maximum ilyen, hát most igen, szerintem ilyen 1-2 százaléknyi ember lehet maximum a Földön, aki ezt létre tudja hozni, de ők sem biztos, hogy mondjuk találkoznak, és ők sem biztos, hogy együttesen ezt meg tudják jeleníteni. Viszont én azt mondom, hogy egyénileg el lehet jutni idáig, de hát ö, igen. Az emberek 80%-a nem jut el idáig, a maradék 20%-ból is szerintem meg csak maximum olyan, nem tudom, 4-5%. Tehát nagyon fontos kiváltsága ez, én azt gondolom. De lehet, hogy nem is kell ilyen százalék arányokról beszélni, mert lehet, hogy nincs igazam, és lehet, hogy többen elérik ezt az állapotot, bár én sokszor azt veszem észre, hogy nagyon sokan azt gondolják csak, hogy elérték, de lehet érezni és látni, hogy nem, mivel a kinyilatkoztatásuk, a megnyilvánulásuk az nem ilyen. Tehát azért, aki elérte ezt az állapotot, ő nyilván így is fog élni. És olyan dolgokról fog beszélni, és állandóan, és felépít egy olyan programot, egy olyan bázist, ami tulajdonképpen ezekből az energiákból van, és ezt a vállalást tükrözik vissza. Tehát nagyon fontos, hogy az ember mit tükröz vissza. Szerintem mindig Istent kell visszatükrözni. Mindig a rendet. Mindig ezt a nagyon magas minőséget. Ezt a, ezt a nagyon erős tisztaságot, makulátlanságot, mindenféle szempontból. Azt is mondhatnám, hogy ez, nagyon, ez egy nagyon magas erkölcsi minőség. De hát a mai világban ilyet nagyon ritkán találunk. Tehát van egy nagyon magas szinten élő erkölcsösség, igen, ez a jó szó szerintem, amit nekünk meg kell jeleníteni, vagy legalábbis nagyon érdemes, mert hogyha ezt megjelenítjük, hát az, 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 az lehet maga a nirvána, de ebben benne lenni, és ezekből az állapotokból meríteni, hát ez fantasztikus, csodálatos. Nagyon nehéz egyébként ezt az érzést szavakkal leírni, és szerintem nem is tudom. Tehát nem tudom elmondani azt, hogy hogy ez ez a fajta kategória, ez mit jelöl, hogy ez tulajdonképpen mit jelent. De ahogy mondtam, a legmagasabb szint egy olyan állapot, ami állandó, és euh, amiből tulajdonképpen az ember mindig meríthet. Ez egy kifogyhatatlan ügy, egy kifogyhatatlan történet, és aura, és folyamatosan ebből kell meríteni, és én is folyamatosan ebből merítek, és hozom le a tételeket ide. Tehát... Euh, a fenti minőségből szállunk alá valamilyen szempontból úgymond, testet töltünk, lejjebb jövünk, lejjebb ereszkedünk a földre, szó szerint, és uh, itt próbálunk meg valamit tenni, de a tudatunk, a tudatosságunk az ugyanúgy ebben a szintben foglal helyet, és egybe ér, és uh, tulajdonképpen ezek az energiák működtetik a testet is. Hát ez egy nehéz állapot. Nehéz úgy itt lenni, hogy egy nagyon magas szinten foglalunk helyet szellemiségben, de a testünk, a fizikális mi volt pedig nagyon alacsonyan van. Mert hát a Földön van tulajdonképpen anyagi viszonylatban, ami pedig a legalacsonyabb szint. Hát ezért érdemes egyébként kilépni a testudatból, és feljebb emelkedni, és ebbe a közegbe kerülni. Mert a legalacsonyabb szintek soha nem fognak megoldást hozni, meg örömöt sem, meg, meg megigazulást sem. Szerintem ezek az anyagok rezgés szintet emelnek, és én folyamatosan emelem ezt a szintet, és egyre magasabb szintre érünk. És biztos vagyok benne, hogy ezeknek az anyagoknak a rezgés szintje és a frekvenciája sokkal magasabb szinten van, mint mondjuk azoknak, amelyeket mondjuk két-három évvel ezelőtt készítettem. Hát érzem. Vannak olyan adások, amelyeket meghallgatok, vagy meghallgattam, és korábbi adások, és érzem azt, hogy azok még nincsenek olyan szinten, mint ahol most vagyok. És akkor mondjuk beszélhetünk arról, hogy mondjuk négy-öt év múlva mi lesz, és hogy azok az anyagok és azok a megnyilvánulások milyen frekvencián fognak rezegni, és lehet, hogy négy év múlva pedig azt fogom mondani, hogy hát amelyekről most beszélek, azok igazából még sehol nincsenek ahhoz képest. Tehát ahogyan mondtam, a szintet folyamatosan lehet emelni, hát addig, amíg el nem érjük azt a közeget, ami meg szerintem már egy ilyen állandó közeg, és nem tudom, hogy ott szükség lesz-e arra, hogy még emeljünk ezen, vagy pedig ott már megállhatunk, és csak addig kell emelni, amíg ténylegesen nem foglalunk helyet a rendben. Hát ez egy jó kérdés, hát majd meglátjuk. Én azt érzem, hogy most még, még lehet ezen emelni, folyamatosan, mert még, mert még mert vannak olyan közegök, amikből szerintem még ki kell lépni, és el kell jutni a mi egyéni aranykorunkig, még nem jutottunk el szerintem, de már nagyon közeli állapotban lehetünk talán, és hát a Földnek a tudatossága is elkezdett ugye nyitni, fejlődni és emelkedni, a Földnek a rezgés szintje is, és hát szépen haladunk, de ugye ehhez idő kell. És ahhoz is idő kellett tulajdonképpen, hogy ez az egész világ mindenség megszülessen, de ahogy mondtam, szerintem ez egy állandó folyamat, és most is ugyanúgy zajlik, és most is ugyanúgy lehet érezni ezeket a felszabadító energiákat, mert szerintem az ember felszabadulni szeretne. A teljes, totális szabadságot szeretnénk elérni, és ez okoz euforikus állapotot, szerintem, és ez maga a is, amikor ideig eljutunk. Hát ez egy nagyon erős történet. De ahogyan mondtam, nagyon nehéz róla beszélni, mert nagyon nehéz lefordítani ezeket az, az energiákat emberi nyelvre. Nem is lehet szerintem, nem lehet, nem lehet elmondani. Ezt valaki vagy érzi, vagy nem érzi, de ahogyan mondtam, szerintem elég hosszú utat kell bejárni ahhoz, hogy ideig eljussunk. És tudom, hogy vannak olyanok, akik eljutottak. És akár név szerint is tudnék olyan embereket mondani, sőt, olyat is tudok mondani, aki szerintem sokkal-sokkal magasabb szinten tart. Most konkrétan egy valaki jut eszembe, aki egy hölgy, és aki egy szerzetes, és aki egy éve fiatalabb nálam, de szerintem fényévekkel tovább tart már, mint én. Fantasztikus. Tehát ő, ő előtte szó szerint le tudnék borulni, mert ő olyan energiákkal és olyan frekvenciával rendelkezik, és olyan tudatossággal, vagy egy tudatfeletiséggel, és olyan hűséggel, Hú, hát szerintem ő lehetne a félvilágnak a vezetője. Én ezt érzem róla. Ő olyan szinteket ért el, és olyan bugyrokban ment végig, és mászta végig ezt a ranglétre, tulajdonképpen, ami olyan példaértékű, hogy nagyon-nagyon hogy kevés ember tudok mondani, aki ilyen. És lehet, hogy, hát igen, most nekem ő jut eszembe. Azt nem mondom, hogy nem tudnék még ilyet mondani, de ha most azt kellene megfogalmazni, hogy ki ez az, az egy ember, vagy én kit választanak, akkor én azt mondanám, hogy ő biztos, hogy egy fél vezetője energetikailag, tudatilag, mert, mert olyan felkészültsége rendelkezik. Tehát neki olyan az aurája, annyi tudást tartalmaz, és annyi szellemi kincset, és egy olyan felkészültsége rendelkezik, és ráadásul ő magyar, hát fantasztikus, hát persze nyilván a mag népéből származik, ugye, hogy ő mindenképpen egy nagyon erős szellemi vezetést vállalt a Földön, és hát szó szerint liba Börös vagyok most, hogy róla beszélek, komolyan mondom. Eszméletlen, eszméletlen, tényleg fantasztikus. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a fajta alkotás, mindig egyfajta lehozatal, de lehet, hogy egyfajta beavatás. Igen. Igen. Szerintem ez egy jobb szó. Mi beavatásokkal élünk. Ezek energetikai beavatások, és ugye az elkönyvemnek is az a címe, hogy ősi beavatás, jelenleg 170 oldalas, nagyon erős tételeket feszegetek, és ugye mondtam, szerintem nem is mindenki bírja el. Hát valaki szerintem nem is tudná ezt elolvasni, mert ahogy mondtam, nagyon erős energiákkal él ez a, az írás, és ezek az energiák viszont nagyon erősen hatnak. Hát Istennek vannak a legerősebb és legtisztább energiái, hát azért azt elbírni sem könnyű, nagyon erősen formálja az embert, és nagyon erősen hat a fizikumra, és nagyon mély főhajtásra késztet bennünket, szóval én ezt érzem, hogy amikor az ember találkozik ezzel az energetikai csomaggal, akkor olyan mélyre hagyja a fejét, hogy arra nincs szó. Egyre mélyebbre, és nagyon keményen leborulunk, szerintem, mert olyan magasztosak ezek az energiák, hogy az ember nem bírja el, és ezért tulajdonképpen csak tisztelet jár. Tehát egy olyan mély alázat és tisztelet tudás alakul ki bennünk, vagy alakulhat ki bennünk ezen magasztos energiák által, hogy az ember ilyenkor tényleg rájön arra, hogy nem ő teremtette a világot, hanem van egy feljebb való, egy sokkal magasabb minta, ami hát zseniális. Igen, én azt gondolom, hogy ezt a fajta szót lehet használni rá, vagy erre a közegre, hogy zseniális. És a zseniális ember, vagy a zseniális uh, mi volt előtt, az ember meghajol, ugye? És uh, és tiszteli. És nagyon mély alázattal élhetünk ez irányba. Én ezt érzem. Tehát tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy én ideig jutottam el most, tehát most itt tartok, hogy tudom azt, hogy ez egy olyan minőség, ami hát fantasztikus. És ezt elérni, és ilyennek lenni pedig kiváltság. De ilyen az Isten. Mi még nem tartunk ott, nyilván. Fantasztikus lehet ilyen minőségben lenni. Ez egy igazi katarzis élmény, ezt is mondhatnám. Amikor valaki ilyen lehet, és uh, szerintem ezért van az, hogy, hogy nagyon sokan rá szeretnének hasonlítani. Nem tudom, hogy lehet-e. Jó lehet ilyen szellemi közegben és aurában benne lenni. Hihetetlen ez az egész, szerintem. Ez egy olyan felső kategória, amiről szerintem mi csak álmodozunk. Meg igazából a szabadságról is álmodozunk. Mi nem tudunk igazán szabadokká válni egyelőre, mert testekben élünk. De megközelíthetjük szerintem ezt a minőséget akkor, hogyha nagyon sokat teszünk érte. Az is fontos, hogy nagyon sok mindent átültessünk, hogy nagyon sok mindent megmutassunk itt, és hogy ezeket az energiákat elhozzuk a földre. Ez egy ilyen állandó rezgés, állandó pulzálás, állandó katarzis, állandó szeretetteljes közeg, itt állandó szeretet van, itt csak pozitív energia van, amiről én beszélek, és egyébként szerintem ez a nyugalom. Tehát sokan ezt szeretnék elérni. De hogy milyen út vezet felé, hát azt gondolom, hogy az elmúlt négy év alatt folyamatosan erről beszélek, és ezen az úton szerintem végig kell menni. Ezt nem lehet kihagyni, nem lehet megsporolni az utat. Aki ezen nem megy végig, szerintem nem éri el ezt a közeget mert ez egy ilyen út, és mert ilyen törvények hatnak. Szerintem Isten folyamatosan ebben az érzésben van, vagy ez az érzés ő maga. És benne nincsen semmilyen blokk. Nincs benne egy szemcsényi por piszok sem. Ez egy olyan tiszta közeg, egy olyan százszerzelékosan makulátlan közeg, amiben az ember tényleg uh, megüdvözülhet. Ez nagyon érdekes. Nagyon tiszta ez a közeg. És nagyon sok fényt és szeretet erőt tartalmaz. Csak azt tartalmaz, tulajdonképpen. Hát a Földön nem igazán van szeretet, és mondhatnám azt is, hogy fény sem nagyon. De itt, Hát itt csak ez születik meg, csak ez van. Hát lehet, hogy mi folyamatosan a fenti és a lenti állapotok között ingadozunk, de azt is mondhatnám, hogy milyen utazók vagyunk, érzelmi utazók tulajdonképpen. És mászunk fel valamibe, vagy egy olyan közegbe, mászunk felfelé, ami nagyon ismerős, és amiről azt éreztetjük, hogy na, ez az, amit kerestük. Mi folyamatosan menetelünk, mi folyamatosan toljuk bele magunkat ebbe a történetbe. És nagyon jó megérkezni, és az is nagyon jó, mikor az ember mindig itt foglal helyet. Mert szerintem ennél bensőségesebb állapot nincs, és lehet, hogy ennél nagyobb szerelem sincs, Hát Istennél szerintem nincs nagyobb, mivel Ő maga jelenti ezt a szót. Tehát, ha igazi szer elemet keresünk, akkor Ő az, hiszen a szer őt jelöli. Az Ő eleme tulajdonképpen ez a közeg, amiről most beszélek. Hát remélem, hogy valamennyire eljutottunk ide, és azt is, hogy folyamatosan ebből a közegből tudunk meríteni. Hát én 505. alkalommal próbáltam meg ezt, és adtam át ezeket a gondolatokat belőle és általa, mert mi szövetségben élünk. És ez az én igazi elköteleződésem. Benne és általa is vele. Tehát én megtaláltam már azt tulajdonképpen akit vagy amit kerestem, és aki és ami tulajdonképpen soha nem ment el, mert mindig volt és létezett, csak én tértem le az útról. Egyébként az előző adás pont erről szól. Megérkezni fantasztikus. És állandóan ebben a mi voltban lenni, az pedig egyenlő a kánaánnal. Tehát a kánaán ez. Az nem egy konkrét hely, hanem egy állapot, egy érzés és maga a megérkezés benne.